világít a karácsonyfa. Jó, anya, anya, világít a fűkönyv. Ma megint. Jó. Csak jó pofisztok. Aztán izé... Nem mondom. Na, ilyen bizonyíték. Nagyon sem visz. Meggondolod magad, fordulj jobbra. Kis buzi gyerek. Balra. Hát ez hülye. Megkaptad a 60-adat? De én nincsen csoki. Meg tudja bazzek, hogy, hogy milyen fájdalma. Aha, egy csomóan adnak. Kurva sokan adnak. Csehországot, csak ilyen TSC háló. Két kamera van, tehát ugye nézi az izét is, tehát a felvevő. Fölcsipteted és akkor itt van rajta a lóturó. Egy darabig én is gondolkodtam különben, hogy lehetne 50 centis haszom. 50-60 centis farokka van. Ez igen. Na, hogy bedaráljuk. Egy kicsit édes, de nem számít. Gyalogos, az csak egy ablaktörlő, tudod, ha jó az ablaktörlő, te viszi a vért, tehát nem. Az összes GP el akar vinni más fele. Nem. Ha nem? Köszönöm. Meg Ausztria felső üzé.
Igen, nekem legalább. De az a várom, az tök szép különben ott szemben. Azért mondtam, simán le lehetne menni. Jó kis telepjárni. De most ugye itt terepjáróval miért nem lehet lemenni? Azért jöttem így, mert láttam, hogy nem jön senki. Amikor jöttem fel, akkor az öreg lány, még legelőször az öreg lány szembe jött velünk. Nem is lepődtem be az egy ilyen kanyarnába, az mókjökben. Hát mondom, komám. Tudta neki viszont. Nem szerint senki el most. Akkor szerintem lezárja. Még egyszer bementem. Nézzél, hogy milyen valaki? Nem. Ezt a kis házikót hányszor beburíthatták a fák? Nézzem ott, hogy jönnek le a fák. Ez ott pont ott alatta van. Az most 1500 forint, és tépőzárra rakható rá, ezért tudod, hogy gumiszőnyeget hát. Rányomok. 300 méter után kanyarodjon jobbra. Itt ilyen 8-tól, nem tudom mitől van. Mondtam nektek, mindenhol csak lassítok. Nem állunk meg. Hol vissza lehet kívülni. Júli lesz meg. Megyünk az IZG-t. 300 méter után érkezés a célhoz.